És nem értem, hogy hol akadtál te vele össze. Mert ugye te abszolút nem beszélsz angolul, azt tudjuk. Hát, tudok angolul. Hát, szerintem nem. Csak meddig, ugye az azt jelenti, hogy szopja a faszomat. Ja, akkor figyelj, csak annyit mondj el, hogy mögöttem a csillár az nagy. Motherfuck. Fuck the mother. Fuck the mother? Az... On point. Hogy kell mondani, hogy kurva anyádat, hogy bazdnak az anyádat angolul? Hát nem teljesen, mert azt is lehet kreatívan mondani. Tehát azt is lehet úgy mondani, tehát hogyha valakit szépen el akarsz küldeni, igen. Én nagyon szépen, akkor azt úgy szokták mondani, hogy fuck your father in the shower and have a snack. Yeah, thank you very much, bro. You're more than welcome. Yeah, yeah. It's okay. No problem. Semmi gond. Tehát azért mondom, én nem értem, hogy hol akadtatok el. Én csak azt akarom megtudni. Nem tudom, hogy elakadtam volna. Nem, mert volt neked egy ilyen mondhatni rep, vagy nem tudom mi volt. Én csináltam erről egy videót, és szerintem elég érdekes lett. 4 darab AI-on vittem át, amin te angolul idézőjelbe beszélsz. Hát egyik se tudta, az 5. tudta lefordítani. Az is érdekesen. De én azt nem értem, hogy ti min akadtatok el? Hát, hogy miért álltál bele a Jabberba? A Jabber állt belém. Mert? Nem tudom, nem is érdekel. De miért? De hogy állt beléd? Vagy hogy érzed ezt, hogy ő beléd áll? Volt egy interjú, elhangzott a nevem, reagáltam, mögtem. Azó? És akkor te ezt így ilyen rosszul vetted föl, vagy valami olyasmi? Hát persze. Hát de miért? Hát, ha nem ismerek valakit, akkor miért emlegettem a nevét? Hát ez ilyen rap szakma szerintem. Ez nagyon nem rap szakma, személyeskedés. Hát de miért a rap szakma, az mond nem erről szól? Most nézd meg Tupac, Biggie, stb. Tehát lehet ezt így. Más, az megint más kérdés, tehát a rap nem erről szól. Miről szól a rap? A rap? Számodra. Számomra? Számomra a társadalmi problémákról, a rasszizmusról, a szegénységről,